Az első gólnál a Cibit elfektették egy testcsellel, aztán a gulit a kapusgabesz mellett, laposan a hálóba borította a labdát. A második gólról egyáltalán nem ítettünk, a partjelző intett valamit, mert mindannyian félreértettük. A meleg is kicsit megnyomta a fiúkat, a hátvéd Gabesz kicsit frontérzékeny. A harmadik gólról sajnos lemaradtam, mert éppen akkor ápoltak. A negyedik gólnál éppen a Gabesz cserélték be, nem sikerült felvenni a ritmust. Az ötödik gól előtt lett volna egy helyzetünk, de csak a félpályáig sikerült eljutnunk. A szünetben az edző Gabeszben mondta, hogy figyeljünk a szélekre. Mindannyian kihúzódtunk, aztán középen maradt egy hatalmas üres terület. Ez jelentette igazán a meccs forduló pontját, ezután az ellenféltől kialítottak két játékost, ettől megzavarodtak a fiúk. A Gabesz utolérte volna a gulitot, csak megbotlott egy vakontúrásban. A gulit kitette szélre a Cannavarónak, aki már várta a labdát. A Gabesz meg üres területre futott, ahol meg már nem volt senki. Onnan meg már a gulit elfutott, de addigra már gól lett.